írjatok már tippeket, hogy kell elkezdeni egy vlogot, mert nekem mindig ez a legnehezebb, hogy a hitek a kamera előtt, és akkor szóval Lefty Vlog, Cambridge here, sziasztok! Fölkerült az új mikrofon, új telefon, új kamera, ugye nem a telefon a lényeg, új kamera, új mikrofon, úgyhogy most már van muff, fújhat a szél, lehet ilyen idő, majd csinálok timelapse-okat, meg mindent, mert gyönyörű az idő. Én szerintem Anglia akkor is nagyon szép, amikor esik, aztán kinek mi. Na mindegy, Lefty Vlog, Cambridgeshire. Az elkövetkezendő 3-4 vlogban 3-4 témát szeretnék majd érinteni. Ugye az elmenésről beszéltünk. A plusz bevétel szerzéssel kapcsolatban el fogom mondani, ha érdekel titeket, hogyan kell elintézni a UC-t, a Universal Credit-et, amiből egy kis plusz pénzhez lehet jutni most jelenleg. Utána pedig fog készülni még 2-3 vlog arról, hogy mi kell ahhoz, hogy elmenjél. Autóvásárlás Angliában, vlog 1. Lakásbérlés Angliában jelenleg, a jelenlegi partíciókkal, ami nekem van, vlog 2. UC, hogyha érdekel, vlog 3. És valahogy így akarom ezt most fölépíteni, tehát 3 külön vlog lesz, főleg ilyen informatív vlog lesz, utána fogok nézni a dolgoknak, és a saját tapasztalataimat fogom elmondani. Hogyan kell most megvenni egy autót elsőnek, hiszen ez már el van intézve. Majd megmutatom. Aztán a lakásbérlés fog következni, ami rettenetesen bonyolult. Nagyon durva dolgokat kell igazolni, garantor kell, 2,5-szeres fizetés kell igazolni, meg még sorolhatnám, nagyon durva. Le vagyok döbbenve egyébként, tehát nem gondoltam volna, hogy ennyire bonyolult lesz, még akkor is, hogyha van némi kis pénzed kinézőbe. Úgyhogy ezekre mindenképpen ki fogok térni, és egy-egy külön vlogot fogok ennek szentelni. Informatív lesz, nem ez a halandja, mint most, hogy kijövök, és akkor hello, sziasztok, erről akarok, meg arról akarok beszélni, hanem össze fogom szedni, ki fogom írni, majd lehet lesz egy lista, abból fogom felolvasni, hogy minden adat mindig minden stimmeljen. Mert ez nagyon hasznos, hogy tényleg most 2020-ban, az év közepén, hogy tudsz autót venni a karanténvírus után, hogy tudsz lakást kibérelni, hogyan tudod elintézni a Universal Credit-et. És ugye kilépés, amit még ebben a vlogban el szeretnék mondani. Ugye ki akarunk lépni, el akarunk menni? Elegünk van? Akkor ne feledkezzetek rá egy nagyon fontos dologról. Vegyétek elő a szerződést, lapozzátok föl azt a részt, hogy notice. Hogy a felmondásnál mennyi időt kell letölteni még a munkahelyeden, mielőtt elmész. Ez fontos, nagyon fontos, mert belecsúszhatsz abba, hogy kinyílik a szád, bejelentett, hogy megyek, nekem elegem van ebből az egészből, kapjátok be, és akkor ők azt mondják neked, hogy igen, kis buzikám, akkor még egy hónapig itt maradsz, mert aláírtad a szerződésben, vagy 2 hétig itt maradsz, vagy 1 hétig itt maradsz, vagy lehet, hogy fél évet írtál alá a szerződésedben, amit le kell tölteni felmondási időt, notice, egyenlő felmondási idő, és ezt bizony le kell tölteni. Közös megegyezés alapján ez el lett döntve a szerződés megkötésekor, és valószínűleg a kilépéskor is ugye át lehet tárgyalni, de ez az alapkő, ami benne van a szerződésben. Tehát ez egy fontos dolog, ne ugorjatok fejest hirtelen, hanem szépen sorjába építsétek fel az egészet, ne beszéljetek a terveitekről, nem mondjatok el semmit, ne úgy, mint én, hogy kiteszem a YouTube-ra, hanem ennél sokkal okosabban. Na, még fény is van, de jó. Úgyhogy ennyi, hirtelen, jó, haladnak a dolgok. Autóvásárlás, lakásbérlés, Universal Credit. És ne felejtsetek el utána nézni a szerződésetekben, hogy mennyi notice van, mennyi a felmondási idő. Ennyi. Lefty Vlog, Cambridgeshire. Sziasztok. Keep it up. Все еще в окрестностях своей мечты, но ничего не происходит, просто сделайте первый шаг. Вы можете заставить своих родителей и наставников гордиться вами. Вы можете изменить жизни миллионов людей, и мир уже не будет прежним. Не позволяйте никому украсть вашу мечту. Переели манки, всякое да нам танки, танки, танки. И все, что у нас осталось, ты чудный.
пари. Желай ми узнать тупой там сири царь горы. Эти дворы знают не планы слышки, как типы с мозгами поделили нефтяные вышки. Все басоты мчали вверх, но на последнем этаже кто-то въехал в кабинет и кто-то съехал на пыше. И в отношения особо тяжкие, вердикт выносит Бог, а не совет присяжных. Из общажных серых будней молодые на косах вырастали, поднимались и менялись на глазах. Высота, вас обманули, когда говорили, что из гетто нет маршрутов. Я проверил, есть такие. Тут, чтобы вырваться наверх, нужно делать и просто верить в свой успех, брать. Не предавайте вашу мечту. Сложные времена приходят, но они не приходят, чтобы остаться. Они приходят, чтобы пройти. Помните дни, как кадры киноленты. Я раз на раз мечтал.